Sziasztok! Most az új Cadbury Oreos csokit fogjuk bemutatni. Ugye előzőleg egy másik videóban megkóstoltuk a simát belőle. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Igen, hát főleg azért, mert ha megnézitek az előző videónkat, akkor eléggé markáns vélemény alakult ki erről, hogy milyen is ez a fehér csokis Cadbury. Törsz egyet nekem? Mert akkor az egyiket addig megkóstolom, mert hálának jó picinek tűnik. Jó, és igen. Akkor így a kezemből. Addig pedig megmutatom, hogy tényleg azért jól, más rögtön amúgy az állaga, kicsit olvad a kezemben ez a csoki, ahogy megfogom. Tehát mert már egyben más. Krémes. Igen. Lehet, viszont nagyon szépen látszik, hogy oreós, az egész teljesen másnak tűnik. Már most illatja egyébként tökre van oreó. Kóstold meg, és azt kell mondjam, hogy ez jó, ez működik. Nincsen, viszont egyáltalán nem számít, hogy fehér csoki. És ugye most így, még itt az utolsót így lenyeltem, bár ugye nem mindig így beszélni, de mindegy. A lényeg, hogy annyira mentek, hogy én közben bólogatok, amikor... Igen, hogy nagyon-nagyon izgi, krémes a belső, és azon gondolkozom, hogy miben ettünk mi még ilyen... tudom már mi, a Milkának van egy ugyanilyen fehér csokis oreós talán. Lehet. De ebben most nem de ez tényleg jó. Tehát ugye ezután ez az oreós... ez egy nagyon kellemes csalódás, igen. Jó, igen, ha ezt venném meg előbb, akkor lehet, hogy megvenném a másikat is, igen. De igen, a másik fehér csokishoz képest ez egy nagyon nagy fejlődés, de jól mondtad, egyből olvad, meg kisebb a kocka, ami szerintem szintén jól tesz neki igen, valahogy. Jó az állag is, tehát hogy tényleg szép, igen. Hogy finom lett. Igen, tehát, ez egy jó. Annak ellenére, hogy semmit nem ad hozzá a fehér csokis. Meg hogy semmit nem ad a Cadbury-ből. Bár lehet, hogy egyébként azért is gondoljuk ki, mert lehet, ha tényleg csokis lenne, akkor meg a csokis íz vinné. Tehát, hogy a Cadbury-nek az a jellegzetes csoki íze, az lehet, hogy el tud. De emlékeim szerint kóstoltunk talán Cadbury Oreót, de hát ha érdekel titeket, nézzétek meg nyugodtan a videóink között, ha kóstoltunk, biztosan fent van, én nekem úgy emlékszem, hogy kóstoltunk. Ha nem is ilyet, akkor szerintem a kis bájcokat kóstoltuk tőlük. Igen, olyat valóban. Az volt, aminél mondjuk, hogy elviszi. Igen, annál nagyon elvitte, de a végén azért mégiscsak, mintha úgy irém lenne, hogy a Cadbury íz megjött. Hát ha kíváncsiak vagytok, nézzétek meg tényleg a többi videónkat. Kövessetek minket a Facebookon, Instán és itt a YouTube-on is. Reményeink szerint, ha egy kicsikét jobb lesz a Covid helyzet, stb., akkor készülünk meglepetésekkel, ha kaphatok akár csokit is. Sziasztok! Sziasztok!